Tudja-e ön, hogy ki volt Bláthy Ottó Titus? Iskoláit Tatán és Bécsben végezte. 1882-ben szerzett gépészmérnöki oklevelet a Bécsi Egyetemen, majd hazatérve a Ganz és Társa villamos osztályának alkalmazásába lépett, mint gépszerkesztő. Ő volt az első, aki mágneses köröket tudott méretezni. Ennek alapján még 1883-ban átalakította a gyár egyenáramú gépeinek pólusait, és ezáltal a gépek teljesítményét nagyságrendekkel meg tudta növelni. Elsőként ismerte fel a villamos gépek hőleadásának törvényszerűségeit. Első szabadalma az önműködő, higanyos feszültségszabályozó, amelyet a későbbi évek Ganz gyártmányú generátorainál alkalmazott. 1885-ben a Ganz gyár három mérnöke, Bláthy, Déri Miksa és Szipernovszky Károly a világon először új áramelosztási rendszer dolgoztak ki, amely az indukciós készülékek alkalmazásán alapult. A találmányt transformátornak nevezték el. A transformátorokat Bláthy javaslatára zárt vasmaggal készítették. Közös munkájuk a korabeli elektrotechnika egyik legfontosabb találmányát eredményezte. Bláthy 100-nál több szabadalmat jegyzett. Elsősorban a villamosgépek, transformátorok és elektromos készülékek gyártásának a területén. A transformátorrendszeren alapuló első nagyobb villamos erőművet nem Pesten, hanem Rómában valósították meg. A világon itt működtek először váltakozó áramú generátorok egymással párhuzamosan kapcsolva. ...1891-ben önműködő vízturbina szabályozót is szerkesztett. Ezt tette lehetővé, hogy a cserki hőerőmű gépei a tivoli vízi erőmű generátoraival is párhuzamosan járhassanak. Ez volt az első eset az elektrotechnika történetében, amikor vízerőmű és gőzerőmű egyszerre táplált egy nagyobb villamos hálózatot. Ennek köszönhetően Bláthyék kidolgozták és megvalósították a világon először Rómában a város elektromos közvilágítását. Bláthy 1887-ben elkészítette az első egyenáramú gépet, majd szabadalmaztatta az indukciós fogyasztás mérőit, amely a világon ma minden lakásban megtalálható. A villanyóra lényegében ma is ugyanolyan szerkezet, mint amilyennek ő megalkotta. Számos olyan elvi és gyakorlati eredményt ért el, amelynek révén a Ganz gyár géptípusai évtizedekig a világ élvonalát jelenthették. Az 1900-as párizsi világkiállításon nagy díjat nyert a vízturbinás generátorok álló részében alkalmazott, úgynevezett tört horonyszámú tekercselése. A magyar turbógenerátor gyártás megindítása is az ő nevéhez fűződik. Konstrukciójának szabadalmait sok ország megvásárolta. Olyan lényeges újításokat és szabadalmakat dolgozott ki, amelyek 40 évre megszabták a magyar turbógenerátor gyártás irányát. Ezek közül sok még ma is üzemben van, ami az általa kidolgozott szigetelés technika minőségének és megbízhatóságának bizonyítéka. Kandó Kálmán 1931-ben bekövetkezett halála után ő dolgozta át és fejezte be a Kandó mozdonyok fázisváltójának konstrukcióját is. Ez a rendkívül bonyolult gép a Kandó mozdonyok legmegbízhatóbb része lett. Sikereinek titka részben különleges egyéni képességeinek is köszönhető volt. Bámulatos, emlékező tehetséggel bírt. Ehhez társult több nyelven is kimagasló nyelvtudása, valamint kivételes fejszámoló képessége is.
Munkamódszerének lényege a logikus gondolkodás és a létrehozandó alkotás megbízhatóságára való törekvés volt. A budapesti és a bécsi műegyetem tiszteletbeli doktora volt. A Magyar Tudományos Akadémia 1927-ben tiszteletbeli tagjává választotta.